Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a hírös híreket látják 19 órakor. Most nézzük meg együtt képes tartalomjegyzékünket. Szerdától rendkívüli szünet lesz a kecskeméti óvodákban és bölcsödékben. Látogatási tilalmat vezettek be az idős otthonokban, és diszpécser szolgálat alakul az idősek megsegítésére. Megkezdődött az átállás a digitális oktatásra a magyar iskolákban. Holnaptól Kecskeméten is bezárnak az önkormányzati kulturális intézmények és a városi operatív törzs a nem önkormányzati kulturális intézmények bezárását is javasolja. Július közepéig biztosan elmaradnak a fesztiválok is, így a Csiperó és a nemzetközi gyermekjátékok is. A bölcsödékben és óvodákban rendkívüli szünet lesz, az idős embereket pedig egy diszpécser szolgálat segíti szerdától. A polgármester a jövő heti közgyűlést is előrehozta a veszélyhelyzetre való tekintettel, méghozzá e hét csütörtökre. Lecsökkent forgalom, kiüresedő utcák, a szokottnál több parkolóhely. Ezek voltak ma reggel a legjobb jelzői annak, hogy a kecskemétiek komolyan veszik a koronavírus elleni védekezést. Véli Szemereiné Pataki Klaudia polgármester, aki köszönetét fejezte ki ezért, és a legfrissebb döntéseket is bejelentette. Szerdától rendkívüli szünet lesz a bölcsődékben és az óvodákban is. A szülők felelősségteljes magatartást tanúsítva már ma is alig vitték óvodába a gyerekeket. A közel 3000 óvodai férőhelyből csak 300-an voltak ma a kecskeméti óvikban. Mindezek tapasztalatok figyelembevételével így már kimondható, hogy szerdától a bölcsődékben és az óvodában a rendkívüli szünetet el lehet rendelni. Természetesen kijelöljük azokat az óvodákat, ahova és bölcsödéket, ahova továbbra is a felügyeletet, gyermekfelügyeletet tudjuk biztosítani egy ügyeleti rendszerrel, és azoknak próbálunk továbbiakban segítséget nyújtani, akik ezt nem tudják megoldani. A tömegközlekedésben is változások lépnek életbe. Szemereiné Pataki Klaudia azt javasolta, hogy már a holnapi naptól szünidei menetrend lépjen életbe. A fedélzeten történő jegyértékesítés megszűnik, és nem az első ajtón, hanem a busz többi ajtaján lehet majd felszállni. A polgármester kérte a Kecskeméti Közlekedési Központot, hogy dolgozza ki a minimumra csökkentett szolgáltatási szint kereteit is. Kettől bezárnak az önkormányzati kulturális intézmények is, és a városi operatív törzs a nem önkormányzati kulturális intézmények bezárását is javasolja. A nagy rendezvények is elmaradnak az idén. A Csiperó ugye nem a mi szervezésünk, támogatást biztosítunk hozzá, ott felkérjük a szervezőket, hogy mondják vissza, illetve jeleztük a Nemzetközi Gyermekjátékok szervezőinek, szervező bizottságának Németországban, hogy mi nem tudjuk megtartani most Kecskeméten ezt az eseményt, és kérjük, hogy halasszák el az eseményt egy évre, következő nyárra, ennek a válaszát várjuk még. Az idősekre kiemelt figyelmet kell fordítania mindenkinek, így a polgármester egy olyan kecskeméti diszpécser szolgálat létrehozását kezdeményezte szerdától, amely azoknak a szépkorúaknak ellátásában segít, akiket a családtagok nem tudnak segíteni. A bevásárlásban tudunk segítséget nyújtani, a személyes ellátásukban tudunk segítséget nyújtani, azoknál az időseknél, akiknél a családtagok ezt nem tudják megtenni, tehát mi úgy körülbelül 8-10 ezer fővel számolunk, akik különböző kérésekkel fordulhatnak önkormányzatunkhoz. A polgármesteri hivatal munkatársai home office-ban dolgoznak péntektől, és a március 26-ára tervezett közgyűlést is hamarabb tartja meg a polgármester. A jövő hétre tervezett közgyűlésnek az időpontját is módosítom. Ezen a héten hívom össze a rendkívüli közgyűlést és a hozzá kapcsolódó bizottsági üléseket, és ugye csak azokat a pontokat tárgyaljuk, amelyek törvény által kötelesek ránk nézve, illetve határidőhöz kötöttek, erre teszek javaslatot, és utána meglátjuk még, hogy hogyan tudunk tovább dolgozni és működni.
A játszótereket is körbeszalagozza az önkormányzat, a Benkó Zoltán szabadidőközpont azonban nem zár be, de csak a sétát javasolják ezen a területen. A játszóterek a kosárlabdapályák, tehát azok a gócpontok, ahol nagyobb közösségek alakulhatnak ki, le lesznek zárva. Ahogyan azt már a polgármester bejelentette, rendkívüli szünet lesz az óvodánkban és a bölcsödékben március 18-ától, azaz szerdától a koronavírus járvány miatt. Ez vonatkozik a nem önkormányzati fenntartású intézményekre is. Ezt a nehézséget a Szent Imre óvodában a szülők együttműködésének köszönhetően meg tudják oldani. A mai nap folyamán már csak néhány kisgyermek tartózkodott az óvodában. Ez a Szent Imre óvoda egyik csoportja, ahol eddig mindennapi volt a gyerekzsivaj és a nyüzsgés. Most csend van, és legfeljebb pár gyermeknek tartanak foglalkozásokat az óvónők. Március 18-a szerdától a bölcsödékben és az óvodákban is rendkívüli szünet lesz a koronavírus járványra való tekintettel. Ez vonatkozik az önkormányzati és a nem önkormányzati fenntartású intézményekre is. Szemereiné Pataki Klaudia Kecskemét megyei jogú város polgármestere már egy előző közleményében is hangsúlyozta, hogy aki csak teheti, már hétfőtől se vigye bölcsődébe, óvodába a gyermekét. Ma pedig már rendkívüli szünetet rendeltek el a város összes intézményében. Pap Zsolt, a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola igazgatója elmondta, a szülők az intézménnyel együttműködve egymást segítve reagáltak az ismeretlen helyzetre. Nagyon-nagyon kevés óvodás gyerek jött be ma már az intézménybe. Gyakorlatilag egy 6-7% gyerekről beszélhetünk, a teljes létszám 6-7%-áról, és természetesen tudomásunk van arról, hogy ez a honlapi nap folyamán tovább fog csökkenni. A városvezetés az óvodás és bölcsődés gyerekek szüleit arra kéri, hogy március 17-éig, azaz keddig jelezzék, amennyiben nem tudják megoldani gyermekük otthoni felügyeletét, hogy a csökkentett létszámú felügyelet biztosítható legyen. A pénteki döntésnek megfelelően az intézményekben ma lépett működésbe a zsilip rendszer, vagyis hogy az óvodák belső bejáratánál a szülők elköszönnek gyermekeiktől. Az óvodásokat nem a szülők öltöztetik át, hanem a dadusok, óvónők. Ez ugyanígy történik délután is, a szülők a bejáratnál, illetve az udvaron várják gyermekeiket. Ez az intézkedés is mind azt szolgálja, hogy minél kevesebb legyen az emberi érintkezés. Orbán Viktor péntek este jelentette be, hogy hétfőtől otthonról kell tanulnia a diákoknak a koronavírus veszélyhelyzet miatt. A kecskeméti iskolákban és gimnáziumokban összefogtak a tanárok, felmérték, hogy mi szükséges az internetes oktatáshoz. A virtuális tanítást az intézmények döntő többsége megoldhatónak tartja. Közben én is látom, hogy éppen ki az, aki csatlakozott és ki nem. Mint egy virtuális tanterem, úgy fog működni a Katona József Gimnázium távoktatása a koronavírus miatti veszélyhelyzet alatt. A diákoknak elég a megfelelő időben a megfelelő virtuális órához kapcsolódniuk, ahol hallhatják és láthatják tanárukat és a tananyagot. Az egyszerű weboldal alapú szolgáltatást ingyen használhatja az iskola. Az egyik informatikus kolléga fel is készült ebből a hétvégén, és ma már a kollégáknak ezt megmutattuk, kisebb csoportokban tartottunk felkészülést is, úgyhogy én azt gondolom, hogy holnaptól készen állunk arra, hogy akár élesben is próbáljuk ezt megvalósítani. Az órához kapcsolódáshoz csak egy okos eszközre és internetre van szüksége a diákoknak. Ráadásul a weboldal használata az úgynevezett fehér listán is szerepel. Vagyis használatát nem számítja fel a család internet előfizetésének adatforgalmában. Az egyéb tudnivalókat és oktatási anyagokat a Kréta felületén kapják meg a nebulók. Ezeket mindenképpen kell, hogy nézzék. Tehát a Kréta felület az első, amit nézzenek, és szerintem holnaptól már, főpróba szerint már menni fog a tanítás, szerdától pedig már élesben fog működni, ebben reménykedünk. Nem csak a gimnáziumokban, hanem az általános iskolákban is munkába állították az online módszereket. A kollégáknak a módszertani tárházában nagyon sok olyan módszer található, amit itt a hétköznapok során is használunk már évek óta.
ami ebbe a virtuális online oktatásba is felhasználható lesz. A Szent Imre iskolában azonban nem csak információátadást szeretnének megszervezni, hanem érzelmi biztonságot akarnak nyújtani a gyerekeknek és a szülőknek. Az új tanrend kötelező bevezetését pénteken este jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Ennek értelmében olyan tanítási módokat vezetnek be Kecskeméten is, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet. Az ebédkiosztást is meg kellett oldani az iskoláknak a kialakult veszélyhelyzet miatt. Hétfőn szinte minden iskola teljesen üres volt. A diákok csak a 10 órájukért és ebédjükért mentek be az ebédlőkbe. A városi operatív törzs döntése szerint holnaptól városrészenként jelölnek ki intézményeket, ahol az igényelt ebédek átvehetők lesznek. Üresek a folyosók a Katona József gimnáziumban, és üresek a tantermek a Szent Imre katolikus óvoda és általános iskolában a koronavírus veszélyhelyzet miatt. Az elrendelt távoktatáson felül az étkeztetést is meg kell oldania az iskoláknak és az önkormányzatnak. A városi operatív törzs döntése értelmében keddi naptól a nyári szünidei étkeztetéshez hasonló rendszerben biztosítják az ebédet a gyerekek számára, amennyiben arra igény van. Mivel az iskolákban a közétkeztetést az önkormányzat biztosítja, ezért hétfőn a megrendelt 10 órait, uzsonnát és ebédet déltől egyszerre vihették el a tanulók, így teljesen üres volt a Kocsispál szakközépiskola ebédlője is. Ott jártunkkor éppen csak egy tanuló vitte el ebédjét. Az operatív törzs döntése szerint kettől városrészenként jelölnek ki majd olyan iskolákat, ahol az arra igénytartók az ebédet átvehetik. A kialakult helyzettel kapcsolatban Kecskemét megyei jogú város operatív törzse szombat délelőtt döntött többek között arról is, hogy csökkentett létszámú iskolai felügyeletet biztosítanak azoknak az alsó tagozatos gyermekeknek, akiknek otthoni felügyeletét a szülők nem tudják megoldani. Elsősorban a gyermeküket egyedül nevelő, dolgozó szülők számíthatnak erre a segítségre. Teljes körű látogatási tilalmat vezettek be a kecskeméti idős otthonokban. Az egészségügyi és szociális intézmények igazgatóságának fenntartásában működő Margaréta otthonban, valamint a Platán hetényi időskorúak otthonában az ellátottak csak az intézmény területén belül tartózkodhatnak. Az idősebb korosztály tagjai, a krónikus betegek és a legyengült immunrendszerűek a leginkább veszélyeztetettek koronavírus járvány esetén, az ő védelmükben született kormányhatározat értelmében teljes körű látogatási tilalmat rendeltek el a magyarországi idős otthonokban. Mint azt dr. Pataki Marian igazgatótól megtudtuk, az egészségügyi és szociális intézmények igazgatóságának fenntartásában működő intézmények esetében az ellátottak védelme érdekében további intézkedéseket is bevezettek, így az előírtnál szigorúbb higiéniás követelmények mellett az ellátottak csak az intézmények területén belül tartózkodnak. Az igazgatói utasítás a Margaréta otthonra és a Platán hetényi időskorúak otthonára is érvényes. Dr. Pataki Marian igazgató ezzel kapcsolatban egy határozott kéréssel fordult az állampolgárok felé is. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amit a lakosság tehet, hogy pontosan a legveszélyeztetettebb korosztály az idősek védelme érdekében, ami kérés, felhívás, utasítás érkezik akár országos fórumon, akár a várostól, akár az intézményünk rendel el valami utasítást, akkor azt tartják be maximálisan. Tehát itt tényleg olyan korosztályról van szó, aki ebben a helyzetben fokozott rizikónak van kitéve. Az alapellátás keretében történő nappali ellátás, valamint az idős gondozás esetében is igyekeznek mindenhol megoldani a házhoz menő szolgáltatást, így a közös étkeztetés is szünetel. Az igazgatóság munkatársai mindent igyekeznek házhoz szállítani. A Bács-Kiskun-megyei Oktatókórház koronavírus operatív testülete közleményt juttatott el stábunkhoz, amelyben egyebek között az olvasható, hogy március 16-ától visszavonásig szünetelteték a tervezett ellátásokat, műtéteket a fekvőbeteg ellátásban. A fekvőbeteg osztályokon kizárólag sürgősségi betegeket látnak el. Az intézmény egyes osztályait azonnali hatállyal kiürítik. A járóbeteg szakrendelések a rendelőintézetben március 17-től korlátozásra kerülnek. Bizonyos szakrendelések átmenetileg megszűnnek, egyes szakrendeléseken pedig csak telefonos konzultációra lesz lehetőség.
Arról is szól a közlemény, hogy a bőrgondozó intézet a mai naptól bezár, és ezentúl a sürgősségi betegenlátó osztály fertőzés gyanús betegeinek elkülönítésére szolgál. Így tehát, aki magas lázzal, felső légúti tünetekkel fordul az intézményhez, közvetlenül a bőrgondozó intézet épületébe menjen, így szól a felhívás. A további intézkedésekről online hírportálunkon a hiros.hu-n olvashatnak. Lezárják Magyarország határait a személyforgalom elől. Ezt Orbán Viktor jelentette be az országgyűlésben napirend előtt. A miniszterelnök azt mondta, Magyarország területére a jövőben csak a magyar állampolgárok léphetnek be. Orbán Viktor az operatív törzzsel folytatott hétfő reggeli egyeztetés után bejelentette azt is, hogy hétfő éjféltől a rendezvényeket általánosan betiltják, sporteseményeket zárt kapuk mögött lehet legfeljebb megtartani, ha vállalják a szervezők, de legjobb, ha úgyse, fogalmazott a miniszterelnök. Bezárják továbbá a szórakozóhelyeket, mozikat, a kulturális intézményeknél látogatási tilalmat vezetnek be. Az éttermek, kávézók, üzletek csak 15 óráig maradhatnak nyitva, kivételt jelentenek az élelmiszerüzletek, drogériák és patikák. A miniszterelnök azt mondta, Magyarország eddig a járvány első szakaszában az egyedi megbetegedésekében volt, a következő napokban azonban át fog lépni a csoportos megbetegedések időszakába. Hozzátette, bármekkora a veszély, a legnagyobb esélyünk akkor van, ha összefogunk. Most is ezt kell tenni, hangsúlyozta Orbán Viktor, és azt kérte, a közös cselekvés és a nemzeti összefogás útját járják ebben a helyzetben. Megkezdték a járványügyi mobil konténerkórház építését Kiskunhalason. Ma délelőtt tartottak sajtótájékoztatót a helyszínen, ahol kiderült, összesen 150 fő befogadására lesz alkalmas a kórház. Tegnap bejelentették, ma reggel pedig elkezdték építeni a járványügyi mobil konténerkórházat itt Kiskunhalason, és itt is van mellettem Orosz Zoltán, üdvözlöm. Itt vagyunk a Büntetés Végrehajtási Intézet területén. Miért ez a helyszín? Igen, valóban a Kiskunhalasi Országos Büntetésvégrehajtási Intézet területén, tehát a BVSZERF területén vagyunk, azonban a fogvatartottaktól és maga a börtön épületektől sokkal távolabb. Ez korábban menekültügyi őrzött befogadó szállásként üzemelt itt a régi konténerházak, és már korábban akkor megvolt minden olyan szükséges közmű, ami egy ilyen konténerháznak, konténer létesítménynek az üzemeltetéséhez szükséges. Ez volt a leggyorsabb megoldás, hiszen itt most nem kell elkezdeni közművesíteni, már egy adott területről beszélünk, ahova el tudjuk készíteni a Magyarország kormánya által történt feladatokat. Hiszen azt tudni kell, hogy Magyarország kormánya a járványügyi helyzetre való tekintettel korábban is védelmi intézkedéseket vezetett be. 2020. március 14-én pedig újabb ilyen intézkedések bevezetéséről döntött, ebben 10 akciócsoport felállításáról döntött, ezek közül az egyik akciócsoport a mobil járványkórház létrehozásáért felelős akciócsoport, ennek a vezetésével pedig a büntetésvégrehajtási szervezet parancsnokát, dr. Tóth Tamás büntetésvégrehajtási vezérőrnagy urat bízta meg. Az akciócsoport azonnal megkezdte a működését, azonnal elkészítették rövid időn belül azt a javaslatot, ami arra irányul, hogy minél gyorsabban és minél hatékonyabban meg tudjuk kezdeni az építését ennek a járványügyi kórháznak. Én azt gondolom, hogy nem csak a büntetésvégrehajtási szervezetnek a fő célja, de Magyarország kormányának is az a fő célja, hogy az állampolgárokat, Magyarország lakosságának az egészségét, életét megóvjuk, ezzel is segítve. Így a büntetésvégrehajtási szervezet, ahogy említettem, a javaslatot elkészítette, belügyminiszter úr ezt a javaslatot jóvá hagyta, és engedélyt adott a mobil járványügyi kórház építésének a megkezdésére, ami 2020, tehát a mai napon 2020. március 16-án reggel 6 órakor meg is kezdődött. Hogyha készen lesz majd ez a járványügyi mobil konténerkórház, akkor fognak-e találkozni a betegek a fogvatartottakkal, vagy teljesen el vannak szeparálva egymástól? Természetesen nem fognak találkozni fogvatartottakkal, még látni sem fogják őket, teljesen el vannak szeparálva. Ahogy említettem, büntetésvégrehajtási szervezet területén vagyunk, de a börtön épületektől és a fogvatartottaktól nagyon messze távolabb.
Arról tudunk-e valamit, hogy mikor lesz készen pontosan ez a kórház, és hány fő befogadására lesz majd alkalmas? Ez a járványügyi kórház 150 fő befogadására lesz alkalmas, és várhatóan egy hónapon belül készül el. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ütemezett ügyfélfogadást a Bács-Víz ZRT, a Kecskeméti Termosztár Hőszolgáltató Kft., a Polgármesteri Hivatal, a DTKH és az NKM Nemzeti Közművek átmeneti bezárást. A kormányablakok és okmányirodák pedig korlátozást vezettek be a koronavírus fertőzés terjedésének mérséklése érdekében. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a járványhelyzetre való tekintettel igyekszik minimalizálni az ügyfeleire és munkatársaira ható kockázatokat. A hivatal az operatív törzs ajánlásaival összhangban változtat ügyfélfogadási gyakorlatán, így az ügyféltérben egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány ügyfélszolgálati ablak nyitva van. Mivel az adóügyek döntő többsége elektronikusan is intézhető, válasszák az elektronikus vagy telefonos ügyintézést, elkerülve a személyes megjelenést és a sorbanállást. A NAV továbbá elkészült a több mint 5,5 millió eszélye bevallási tervezettel, melyeket elérhetővé tett elektronikusan az eszélye felületén. Akinek nincs ügyfélkapuja, egy hónappal tovább veheti igénybe a NAV szolgáltatását, azaz április 15-éig kérheti a tervezetek postázását, ezzel is elkerülve a személyes kontaktot. A kialakult járványügyi vészhelyzet miatt a Bács-Víz ZRT központi ügyfélszolgálati és valamennyi fiók irodája mától, azaz március 16-ától átmenetileg zárva tart. A vállalattal továbbra is felvehetik a kapcsolatot az ingyenesen hívható ügyfélszolgálati telefonszámon, e-mailen, valamint a honlapon elérhető online ügyfélszolgálaton is intézhetik ügyeiket. A kormányablakokban és az okmányirodákban is korlátozásokat vezet be a koronavírus fertőzés terjedésének mérséklése érdekében a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre. Az operatív törzs arra kéri a kormányablakok okmányirodák ügyfeleit, hogy lehetőség szerint időpontfoglalással menjenek ügyet intézni, enélkül csak rendkívül indokolt esetben keressék fel személyesen az intézményt. A kormányablakok hétfőn nyitják meg az új időpontokat, melyeket ügyfélkapuval az időpontfoglaló.kh.gov.hu oldalon, ügyfélkapu nélkül a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon foglalhatók. További intézkedésekről a híres.hu weboldalon tájékozódhatnak. A járványügyi vészhelyzet miatt március 16-ától a Kecskeméti Termosztár Hőszolgáltató Kft.-nél is szünetel a személyes ügyfélfogadás. A fogyasztók elektronikusan és telefonon az ügyfélszolgálat@termosztar.hu e-mail címen, vagy a 0676 50 40 40-es, illetve a 0676 48 18 18-as telefonszámon intézhetik ügyeiket. A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata sem működik mától, azaz március 16-ától, így az ügyfelek elektronikus úton vehetik igénybe a hivatal lehetőségeit. A koronavírus járvány megelőzése és minimalizálása érdekében a Duna-Tisza közi hulladékgazdálkodási non-profit Kft., azaz a DTKH ügyfélszolgálati irodáiban és ügyfélkapcsolati pontjain is szünetel az ügyfélfogadás határozatlan időre. Az ügyintézésre elektronikusan vagy telefonon van lehetőségük. Az NKM Nemzeti Közművek további rendelkezésig szintén bezárja ügyfélszolgálati irodáit. Az ügyfeleiket arra kérik, hogy ebben az időszakban válasszák a teljes kapacitással működő online és telefonos ügyfélszolgálatot, mobil applikációt, vagy juttassák el megkeresésüket írásban a társaság e-mail és posta címére. Az NKM honlapján minden információ megtalálható az ügyintézéssel kapcsolatban. Hétfőn is várta a vásárlókat a kecskeméti piaccsarnok. Kecskemét megyei jogú város operatív törzsének korábbi döntése alapján hétfőnként is nyitva tart a piac. A mai döntés értelmében pedig az árut is csak kesztyűben szabad megfogniuk és kiadniuk az árusoknak. Nem csak március 15-én, de ma is kelendőek voltak a tejtermékek a városi piaccsarnokban. Szinte minden elfogyott. A koronavírus híre főként a hétvégén extra forgalmat generált.
riadalmat keltett az emberekben véleményem szerint, és igyekeztek bebiztosítani az élelmiszer szükségletüket, amit el lehet tovább tartani nyilván. Tejné is érződhetett, hogy többet vásárolnak, főleg a sajtokból, ami tovább tartható el. Többen voltak, hát az én véleményem az, hogy most is azért vagyunk itt hétfőn, hogyha valakinek esetleg nem jutott, vagy elmaradt, hogy akkor még máma ki tud jönni. Kecskemét megyei jogú város operatív törzse úgy döntött, hogy a piaccsarnok hétfőnként is tárja ki kapuit a vásárlók előtt. Bár kevés árus élt a lehetőséggel, az alapvető élelmiszereket, kenyeret, pékárut és zöldséget biztosan megtalálták a vásárlók. A piaccsarnokban is speciális óvintézkedések léptek életbe. A kisebb árusokat a kinti eladóhelyekre irányítják, a csarnokban ellenőrzik a tömeg létszámát. A kézfertőtlenítő flakonok is tele voltak a mai napon. A városi operatív törzs mai döntése alapján az árusok csak kesztyűben nyúlhatnak az áruhoz, a vásárlók pedig megvétel előtt egyáltalán nem. Az emberek a koronavírusra és az óvintézkedésekre még mindig különbözően reagálnak. Van, aki nagyon meg van ijedve, több vásárlónk jött gumikesztyűbe, maszkba, de van, aki teljesen közömbös ez iránt, az egész ügy iránt. Mondja, hogy ha úgy is meg kell kapnia, akkor úgy is meg lesz. Én azért várok forgalmat, hiszen azért Sándor József Benedek azért egy kicsit meghozza nekünk azokat a tavaszi forgalmakat, amik itt földobják a január-február utáni csöndet. A mai délelőtt csendesen telt a piacon. Kolek Andrea, az intézmény és piac fenntartó szervezet igazgatója elmondta, biztos benne, ahogyan az emberek megszokják az új hétfői nyitvatartást, úgy árusból is valószínűleg egyre több lesz majd. Igyekszik rugalmasan kezelni a Mercedes-Benz azon dolgozók munkavállalását, akik nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét. Az autógyár azt írt a közleményében, hogy most a munkatársak egészsége és biztonsága a legfontosabb. Mától minden olyan Mercedes dolgozó, akinek a munkaköre lehetővé teszi, otthoni munkavégzésben látja el a feladatait. Ezt írta a föltett kérdéseinkre a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. A cég számára a legfontosabb most a munkatársak egészsége és biztonsága, ezért a koronavírus megelőzése érdekében újabb intézkedéseket vezettek be. Azok a dolgozók, akiknek a munkaköre nem teszi lehetővé az otthoni munkavégzést, az iskolák bezárása miatt viszont kénytelenek otthon maradni, a felettesükkel történő egyeztetés alapján szabadságot vehetnek ki, illetve egyéb rugalmas megoldás alkalmazásán is dolgozik a vezetőség számukra. A cég azt is megírta a Kecskeméti Televízió kérdéseire, hogy folyamatosan nyomon követik az eseményeket, szoros kapcsolatban állnak az érintett hivatalos szervekkel, és mindenkori intézkedéseiket ennek megfelelően hozzák meg. Bár a nemzeti ünnepre tervezett városi megemlékezés a veszélyhelyzet miatt elmaradt, többen lerótták tiszteletüket a nemzeti hősök előtt vasárnap délelőtt Kecskemét főterén. Az 1848. március 15-i forradalom és az azt követő szabadságharc hősei előtt Szemereiné Pataki Klaudia polgármester, Szeberény Gyula Tamás alpolgármester, Lévai Jánosné tanácsnok és dr. Stahó Pekári István önkormányzati képviselő is lerótta tiszteletét. A város előjárói mellett a Kiskunhuszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület tagjai is főhajtással adóztak az elődök előtt. A március 15-i ünnepi beszédet dr. Nyári Gábor történész, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatója mondta volna el. A veszélyhelyzet miatt azonban a történésszel a Kecskeméti Televízió ügyvezető főszerkesztője Báni János készített interjút. Dr. Nyári Gábor többek között elmondta, hogy hogyan ünnepelték március 15-ét az elmúlt bő másfél évszázadban, és erre hogyan hatott a mindenkori emlékezet politika. A teljes interjút a kecskemétitv.hu oldalon lehet megtekinteni, az állami kitüntetésben részesült kecskemétiek listájáról pedig a híres.hu oldalon olvashatnak.
Az idei 10. kortárs keresztény ikonográfiai biennálén az alkotóknak az eukarisztia, vagyis az úrvacsora témáját kellett feldolgozniuk. Mivel műfaji meghatározás nem volt, így igazán változatos lett a kiállítási anyag. Hegyvári Bernadett üvegművész alkotása nyerte idén a 10. kortárs keresztény ikonográfiai biennálét. A szemlére 250 művész adta be több mint 300 munkáját, amelyből a biennáléra 169 alkotás került be. Az ikonográfiai az azt jelenti, hogy nem ikonfestészet, mint ahogy sokan hiszik, hanem a műalkotások tartalmával foglalkozik. A keresztény jelző pedig arra utal, hogy az európai művészet nagy időszakaiban alapvetően keresztény tematika volt a jellemző, tehát gondoljuk a leghíresebb alkotásokra Európában, és tulajdonképpen arra gondoltam annak idején, hogy mi lenne, ha a kortárs művészetbe is egy kicsit újra visszaidéznénk ezeket. A biennáli idén az eukarisztikus kongresszushoz kapcsolódik, ezért a téma az eukarisztika, az úrvacsora volt, ebben alkottak a kortárs művészek. A tárlaton találhatók textilek, fa és kőszobrok, érmék, üveg és zománc művészeti alkotások, grafikák, festmények. Nem liturgikus alkotásokat látunk többségében, tehát nem templomba való dolgokat, hanem inkább olyan alkotásokat, amelyek legalább részben reflektálnak a mai korszaknak a problémáira, de természetesen azért olyan műveket is látunk, ahol a kenyér és a bor kap szerepet, vagy az ég és a föld közötti kapcsolat, Istennel való kapcsolatkeresése, ami a mai embernek is komoly problémája. A biennáli első 9 alkalma során összesen 1105 alkotást állítottak ki a szervezők, ami jól mutatja, hogy mennyire hiányzott egy ilyen sorozat a magyarországi kiállítási palettáról. Széchenyi 20-20 címmel tartott vitafórumot március 13-án pénteken délután az Ifjúsági Összefogás immár harmadik alkalommal. A találkozót a Game Pub e-sport bárban szervezték meg azzal a céllal, hogy a fiatalok kulturált körülmények között tudják véleményeiket ütköztetni egy őket érintő témában. A beszélgetés menetét a jelenlévők irányították. Olyan témák merültek fel, hogy mi Magyarország jövője, Európa vagy az önállóság. A résztvevők kifejthették véleményüket a patriotizmusról és az Egyesült Európai Államok elképzeléséről. A vitaest moderátora Molnár Levente, az Ifjúsági Összefogás elnöke volt. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Szerdától rendkívüli szünet lesz a kecskeméti óvodákban és bölcsödékben. Látogatási tilalmat vezettek be az idős otthonokban. Szerdától pedig működésbe lép az a diszpécser szolgálat, amely az idős embereket segíti a bevásárlásban. Hétfőtől nem a tantermekben, hanem a digitális térben folyik az oktatás Magyarországon. A kecskeméti önkormányzati kulturális intézmények, múzeumok, kiállítóhelyek, könyvtárak, a Hírösagúra és intézményei kettől zárva tartanak. A Városi Operatív Törzs javasolja a nem önkormányzati fenntartású kulturális intézmények bezárását is. Bár a kiemelő határozatlan ideig szünetel, a híradó után ezúttal mégis rendkívüli adással jelentkezünk, amelyben Szemereiné Pataki Klaudia polgármester a koronavírus veszélyhelyzet kapcsán meghozott legfrissebb döntéseket elemzi. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében óránként, valamint reggel 7 órakor és 9 óra 15 perckor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, ne feledjék, friss hírekkel, információkkal holnap este a szokásos időben, tehát 19 órakor várjuk Önöket. Vigyázzanak nagyon magukra, viszontlátásra! Thank you.
Kedden közepesen felhős időre van kilátás, mínusz 5 és 15 fok között alakul a napi hőmérséklet. Délelőtt mérsékelt széllökések érkeznek északnyugatról, csapadék nem valószínű. Szerdán kissé felhős lesz időjárásunk, mínusz 1 és 16 fok között mérhetjük a hőmérsékleti értékeket. Mérsékelt lesz a délnyugati szél, csapadékra nem kell számítanunk. Csütörtökön kissé, majd közepesen felhős lesz az idő, 2 fok lesz a leghűvösebb órákban, a csúcsérték pedig 18 fok körüli lesz. Mérsékelt lesz a délnyugati szél, csapadék nem várható.